a nyár pályázati slágere, ha lehet ezt így mondani, a mosógépcsere program volt, eltelt a pályázat felülvizsgálatának időszaka, érkeznek a nyertes vagy akár a nem nyert pályázatok. A vevők mennyire jelentkeznek a mosógépekért? Múlt hét óta most már a nyertes pályázatokkal jelentkeznek a vásárlók, és most már megkezdik a vásárlásokat. Aki nyertes pályázattal érkezik, az a meglévő termékeink közül már választhat, illetve hogyha még nem áll rendelkezésre az a készülék, amit ő szeretne megvásárolni, akkor ezeket rendeléssel megrendeljük a számára. Talán kezdjük az elején, tehát megkapták e-mailbe azt, hogy nyert a pályázat, milyen dokumentumot, mit kell magukkal hozni, ki kell ezt esetleg nyomtatni? Igen, tehát a pályázat, tehát a sikeres pályázatról egy ugye okiratot kapnak, amit ki kell nyomtatniuk az ügyfeleknek, és ezzel a pályázattal, ezzel az okirattal 60 napjuk van arra, hogy ezt a vásárlást lebonyolítsák. Ezzel kell jelentkezni az üzletben, illetve hát ugye a személyes okmányokat is be kell hozni, hogy mivel ez névre szóló vásárlás, és ezeket az ügyintézéseket itt helyszínen el is tudjuk, végre tudjuk hajtani. Fölmerül az a tény, hogy bár kaptak egy gépkatalógust a pályázat mellé, de ha közben esetleg leállt annak a mosógépnek a gyártása, akkor mi az, amit ebben, milyen mozgásteret engedély ez a pályázat? A pályázat mozgásteret enged viszonylag elég tág területen, tehát lehet, ha az a típus nincs már, amit ő pontosan beír, de a másik típus megfelelő paraméterekkel, tehát ugyanolyan energia, kedvező energia osztályú besorolású készüléket tud választani. Általában az a jellemző, hogy tehát aki amilyen készülékre pályázott, olyat szeretne, tehát hogyha nyilván 3 pluszos készülék, akkor általában azt szeretnék, és, de típusba lehet eltérni. Tehát hogyha valaki LG-t választott, de most Samsungot szeretne, ugyanezekkel a paraméterekkel, akkor ezeket meg tudja egy vásárolni. Tehát az is elképzelhető, hogyha a héten mondjuk több mosógép érkezik a Mezőtúri Euronixba, akkor akár abból is választhat, hogyha ugyanolyan az energiaosztály? Így van, tehát ezekből a készülékekből bármelyiket választhatja, nyilván csak így van, amit beszéltünk is, tehát az energia besorolása az megegyező legyen. Tehát több fajta típus is rendelkezésre, amiből tudnak választani az üzletünkben. Volt a pályázatnak egy olyan része, hogy a régi mosógépet le kell adni, ez hogy történik? Tehát konkrétan ide a boltba kell behozni? Így van, tehát a régi mosógépet hozzánk be kell hozni, illetve aki ezt nem tudja megoldani, azoknak ugye kiszállítjuk az új mosógépet, a régit pedig behozzuk, beszállítjuk ide az üzletbe. Akkor ez azt jelenti, hogy ilyen módon segítik a vásárlóknak nem csak a döntését, hanem a mosógépeknek a cseréjét is, hogy akár házhoz szállítással is meg tudják oldani az új gépek üzembe helyezését. Ez akkor sem okoz gondot, hogyha valaki mondjuk a 4. emeleten lakik egy lakótelepi lakásban? Nem okoz gondot, ezt is meg tudjuk oldani, tehát 4. emeletre is kiszállítjuk. Természetesen ez ugye díjazás ellenében történik. Mi az, amit tudna tanácsolni a nyertes pályázóknak? Amit mindenképpen tudok tanácsolni, az, hogy ugye most, hogy megkapták a nyertes pályázatokat, ugye sokan érdeklődnek, körbenéznek, tehát ugye más üzletekben is, és tehát azt mondom, hogy érdeklődjenek, nézzenek körbe, de a meglévő készletünkből mindenképpen tudunk segíteni, hogy válasszanak olyan készüléket, amilyet ők szerettek vagy igényeltek. Akkor foglaljuk össze, mi az, amit kell a nyerteseknek csinálni ahhoz, hogy minél hamarabb otthon legyen a mosógép. Tehát, hogy a nyertes pályázatot ki kell nyomtatni, az okiratot számunkra ugye be kell hozni, és ez a megényelt termék alapján mi kiválasztjuk, milyen energiakategóriájú készülékünk van itt, ha nincs itt, akkor ezt mi megrendeljük számára, és a kiszállításban is tudunk segíteni, tehát a új készüléket kivisszük, a régit pedig behozzuk. Mindenképpen azt ajánlom, hogy ugye jöjjenek üzletünkbe és tájékozódjanak a részletekről.